A napokban a belügyminisztérium elismerte, hogy fizetéscsökkentéssel büntetné a nem megfelelően teljesítő tanárokat 2025. szeptemberétől. A Mi Hazánk mozgalom elutasítja ezt a hozzáállást a tanárok irányába, viszont az ötlettel egyet tudnánk érteni. A tanárok teljesítményorientált fizetése helyett a végrehajtók díjazását kellene korlátozni és kontrollálni a kormánynak. A párt határozott álláspontja, hogy mielőbb állami fennhatóság alá kell szervezni a végrehajtást, hogy non-profitként működjön, és ne a minél nagyobb bevétel szerzés legyen a célja a végrehajtóknak, ugye tudnélik több százmillió éves forintnyi bevételt is kapnak a végrehajtók évente. Ez pedig azt is jelenteni, hogy egy meghatározott bért kapnának a végrehajtók a mi álláspontunk szerint, és az irodában dolgozók mindnyájan, és bértáblák alapján kerülnének a fizetések meghatározásra. Ezen belül pedig fontos lenne, hogy egy mozgó bért is létrehozzunk, emellé a fix bér mellé is, ami alkalmas lenne a végrehajtók úgymond megbüntetésére, ha nem megfelelően látják el a feladataikat. Ha panasz érkezne rájuk, vagy nem megfelelően kezelnék az ügyet, akkor akár pénz megvonással is járhatna a mi álláspontunk szerint, és követelésünk szerint a végrehajtóknak a jövőbeni bérezése. Ezzel is meggátolnánk azt, hogy az adósok teljes kisemmizése menne a végrehajtási eljárási folyamatokban. Hiába cserélték le dr. Sádor Györgyöt az MBVK éléről, és választottak új elnököt a Fidesz kormány kézi vezérléssel. Ez a veléig mocskos rendszer megmaradt, csak a szereplők cserélődtek le pusztán. Véleményem szerint Pintér Sándornak inkább ezen kellene gondolkoznia, és a nemzet nyomorából luxus életet élőket kéne már valóban megbüntetnie, és nem a tanárokat kellene teljesen felemésztenie. Az adós központúság is határozza meg a végrehajtást és a végrehajtók bérét. Legyen non-profit, újból a végrehajtást, számoljuk fel a kizsigerelést.